Üdvözlök mindenkit! Mint látható, ez most nem a szokott Minecraft. Na de akkor milyen Minecraft? Generáljunk egy pár... Várjál, itt lehet nyelvet választani? Nem, annyira még nem profi. Na, akkor generáljunk egy pályát. Na. Hát mit generáljunk? Van itt sziget, floating flat, inland. Jó, akkor generáljunk egy szigetet, mert hogy túlélő szigetre készülök. Akkor itt van egy csomó minden. Most ebben nem menjünk bele, akkor lehet állítani a méretet. Én átállítom kicsire. Direkt. Ott lehet világosra, paradise-ra, woods, normál. Szerintem normálon hagyom azt is. Igazából kreáljuk meg. És lássuk a csodát. Paf! Hopp, egy pillanat. Ez valami hülye, opa, nem, ez valami hülye, aki én voltam, elfelejtette beállítani. Ó, hát mi ez? Egy faház. Kő a föl. Mi van? Hol vagyok? Egy pillanat. Mi van ide írva? Olvassuk? Na, megvan. Olvassuk el. Mi van ide írva? Minecraft indev. Na, miközben én itt... lefagytam a levegőben. Na, szóval easy, normál, hard, hoho. Szuper, miközben én itt beállítom, hogy easy legyek, a közben találjuk ki gyorsan, mi az az indev. Hát gondolkodjunk, mi lehet az az indev. Na, én közben felkészülök az estére, mert kegyetlen éjszakánk lesz. Na, mi az az indev? Hát nem tudom, hogy tudja-e valaki. Pedig, hát nem mondom, hogy annyira alapműveltség. Ez a Minecraftnak az egyik legelső verziója, még sokkal korábbi, mint az alfa. Nos, tehát akkor lássuk csak. Hát úgy működtek a verziók, hogy először megcsinálták a klasszik verziót, abból lett ugye a Survivor teszt, meg a mindenféle vaszak. Utána jött ez, az indev. Utána jött az infodev, abban volt egy F betű, de szerintem csak azért, mert nem tudtak jobb nevet kitalálni neki. Igen, itt még a textúra elég selejtes. Akkor utána... jött a... utána jött az alfa... na, anyám kínja. Anyám tyúkja. Szerintem itt még bőven nincsen faszén, tehát nem éri meg a nyersfát tartogatni. Utána jött az alfa verzió, azután jött a beta, és azután az a végleges Minecraft, amivel alapból mindenki játszik jelenleg az 1.5.1-es verziójával. Na, ez volt a kis töri lecke. Most akkor skubizzuk meg, hogy milyen izgalmakkal vár minket a Minecraft indev. Illetve az egy teljes értékű meglepetés lesz számomra, hogy mit lehet és mit nem lehet craftolni. Na, Halo. Csinálj valamit. Fogalmam sincs, igazából nem ástam magam bele ennyire a verzió rejtelmeibe. Azt tudom, hogy az indevnek a legelső verziójába kaptunk torcsokat, tehát fáklyákat. És igazából, na például kemencét lehet-e? Jó kérdés. Na nézzük, biztos lehet, amúgy meg kemence az eléggé alap. Csak ilyen kis sunyi textúrája van, hogy így... Na, ahogyan van? Most direkt nem azért ugye, tehát így, hogy ne vegyük észre, hogy ez egy kemence. Na igen, ez a barátságuknak a jele amúgy, hogy adnak nekem egy házikót a legelején. Ez nem tudom, hogy miért van amúgy így, hogy kapok egy házat a legelején. A fene egye meg, pedig így van. Na, a jó hír, hogy ez biztos, hogy nem fog laggolni. Igen. Igen, közben olvasgattam egy kicsit a verziónak a gyönyöreiről. Ez például már bizonyosan egy eléggé jó kis indev verzió, tehát ez már szinte a legújabb, mert itt már az óceánoknak végtelen vize van. Na, akkor. Amit biztosan tudok, mert egyszer csináltam egy ilyen kis tesztet, és amit biztosan tudok és kipróbáltam, az az, hogy... nem 12, akkor az mennyi fog kelleni?
Mondja már valaki 12-et elosztjuk másféllel, az 8. Na, tehát amit biztosan tudok, hogy... Na. Birka. Op, birka. Áj. Ó, szuper, kösz. Na, amit biztosan tudok, hogy ezzel fogom eltömíteni majd az ajtó részt, mert ajtó az baromira nincsen, és ezt meg könnyű szétütni. És szerintem egy egész blokkal ezt az egészet gyorsan lejjebb viszem. Egyrészt azért, mert is szerezhetek jócskán követ. Másrészt meg azért, mert hát ha találok valamit, és harmadrészt meg azért, mert így egy csöppet majd egyszerűbb lesz a dolgom, én legalábbis így vélem. Mert a mobok esténként mobokat könnyebben el tudom majd kapni, hogyha ilyen süllyesztőbe vagyok. Na, a fene egye meg. Na játszadozz velem, fiacskám. Nem lesz annak jó vége. Na, még mindig nem jó? Most jó. Pillanat. Igen, az E az inventory. Ezt már átállítottam, volt annyi eszem. Na, szuper. Itt vannak gyönyörű virágok. Az ott vas, jól látom. Jól látom, az ott vas. Akkor ezt én itt ki is műtöm. Csak egy. Itt azért úgy van a dolog azért ebbe az indebbe, hogy az ember, amíg átjárja itt a szigetet az alatt, nagyon könnyen találhat érceket, mert azért itt nagyon sok van a felszínen, mondom én. Itt is vas, itt meg egy termálmedence, vagy nem tudom mi ez. Na. Szuper, még több vas. De nincs azért olyan sok egy kupacba, tehát az majd gondolom lejjebb kell menni, vagy nem tudom. Na. Akkor teljesen profi, első három vasból mi lesz? Hát persze, hogy csákány. Vagy vödör. Nem tudom. Vödröt nem hiszem, nem hiszem, azért annyira én sem vagyok elvetemült, hogy vödröt csináljak. Viszont egy kő balta kéne. És itt nincsen sehol vas. Az mi? Semmi. Egy kis marmota járat. Na. Szupi ablakok meg... Ja igen, még nem lehet shiftezni. Jó van. Megtanuljuk itt a leckét. Vajon van kőszén amúgy? Mert azt én például még erősen nem látok kőszenet. Ájnyi. Nem tudom, hogy van-e kőszén. Pedig az azért egy eléggé szükséges dolog, ha én torcsokat akarok. Na nem baj. Első körben a barkás asztalt lejjebb szedjük, bár itt még úgy látom nem számít fából készült dolognak. Na. Anyám tyúkja, gyere már le. Érdekes, most eltaláltuk az irányt, hogy csak egy irányba lehet végig, vagy hát nem tudom. Ez még egyelőre egy rejtély. Most szerintem ilyen nagy ablakok lesznek, mert így lesz szimmetrikus, mert hogyha most csinálnék egy olyat, hogy vizé kétszer egyes, az nagyon gyönge lenne. Én úgy vélem. Nem biztos, hogy jó ötlet egy ekkora lyukat ütni a házam falán pont este. Na, hát kíváncsian várjuk a mobokat, amint van egy kardom. Azután már tényleg kíváncsian várom a mobokat. Azért a jó öreg textúrák azok változatlanok. Kellett volna még egy láda, de mindegy. Itt a kukucskáló nyílásom. Meg ott meg egy ablakom. Na, szupi. Kellett volna még hozzá homokot. Na, csináljunk egy ládát. Lehet ládát? Nem tudom, hogy lehet-e ládát. Lehet. De ez még ilyen régi típusú láda, ilyen egy egész blokkot elfoglal.
és nem nyílik föl. Mondjuk az nagyon késői fejlesztés, hogy a láda fölnyílik, tehát az arra nem is appellálok, hogy ilyesmi legyen, hogy a láda fölnyílik. Na, mobok mint olyanok nem spannolnak. Pedig izgatottan várom őket. Egy birka van csak itt. Ha, zombi! Ha, egy indeverziós zombi! Amúgy van ezen kívül más mob is, vagy? Már nem is vagyok benne biztos amúgy. Look at this zombi! Na, az anyád! Ha, micsoda energikus zombi ez ma. Várjál! Nem lehet fók meg creeper. Kezdjük ott, nem lehet pók. Pedig van pók. Az anyját. És egy skeleton. Csak azt attól tartok, hogy a skeletonok. Egy creeper megtalált. Föl tud ez egyáltalán robbanni? Ne kísérletezzünk, de... Ah, szuper! Ja, tőled nem félek, zombi. Gyere! Mondom én, hogy így sokkal könnyebben elintézem a mobokat. Szerintem még ide is gyapjút rakok, mert ez könnyen lebontható anyag. Lebomló anyag. Na. Gyorsan gondoljuk végig, hó, miket szereztünk. Tollat, puskaport, csupa hasznos anyag. Szerintem még nincs is TNT a játékban. Amúgy nincsenek egy hangja. Hopp, véletlen csináltam egy képet. Keressünk már hangot. Music on. Lehet, hogy én vagyok lehalkítva nagyon? Ja. Jaj, de szép. Milyen hangja van ma? Not bad. Na jó, hát kicsit nem a legizgalmasabb este, de hát amúgy olyan szép ez a zene. Alapból amúgy mit lehet csinálni? Alapból nem nagyon tudom, hogy mi lehet a tollakat használni. Na jó, a következő napon már remélhetőleg keményebb lesz. Nincsenek dolgok itt, vagy is mi van. Ott egy creeper, de ezt fel tud robbanni? Most nem kíváncsi a tető creeper fel tud robbanni. Hát minden neki jelentődött, azt a büdös. Nos, próbál ez már meg. Nem szabad a fognak úgy jól megütni. És mi ez ma? Hányszor megütött legalább háromszor lehozott egyet. Pedig nem szabad ott volna tudjon. Az Ender verziós fizika még rosszabb, mint az alap Minecraftos. Nem mondok semmit. Na jó, amúgy imádom az Ender. Na, szerintem itt amúgy végtelen zene van, nem úgy, hogy néha megindul vagy valami. Na, szóval. Sírtam, mekkora csend lett már. Most komolyan meddig tart itt egy éjszaka? Na,
Szóval. Most meg elfelejtettem, hogy miről akartam beszélni. Akkor akár vissza is rakhatom a zenét. Már kéne lássak egy holdat, ami megy lefele. Hol van az a hold, ami megy lefele? Maradj is ott. És csak az este felénél járunk, itt hosszabbak az esték. Na, hát jó, akkor most várunk. Most már csak fele életem van. Nem tudom, hogy lerakunk itt egy szeplinget, és várunk a csodára. Na. Közben akár egy bányát is kereshetnék unalmamba. Szén! Találtam szenet, ami azért jó, mert akkor meg tudom oldani, hogy lássatok. Mert amúgy én se látok nagyon. Jó, szuper. Legalább szenet találtam, mindig sikerélményem van. Na jó. Ja igen, amúgy indebb verzióban nem tudom, hogy be tudnám, nem hiszem, hogy be tudnám iktatni a saját textúrámat. Sajnálatos módon. Minden verziónak is vannak erről a saját elképzelései. Na, fene egyen meg, még mindig szén. Na, remek. Szuper, és még mindig szén. De jó az, mert csak legyen sok-sok szén. Már, hogy itt nem működik a shift. Na hát, oké. Akkor nincs semmi baj, mert még mindig lehetett itt volna valami dögide beszpannolva éppen. Akkor legalább ezt találtam. Na, hol ástam? Itt ástam, ugye? Akkor ezt itt hogy kéne? Így valahogy. Nem, egyen még följebb le kéne szedni. Úgy. Szuper. Na. Ahogy nincs itt semmi, tehát. Valójában mindegy, de akkor sem mindegy. Ah, pont jó volt. Nagyjából így, hogy ne jöjjön be semmilyen rusnyaság. Majd kell keresnem egy rakat földet. Na. Inni, pazaroljuk már a szenet. Ja. Hát ez így nem fog adni blokkot, meg nem is gazdaságos, de nem érdekel. És nekem egy facsákányom amúgy. Innen
öntözöm, mert meg már láttam. Ezeknek reggel nem kéne elégniük? Na végre. Miféle creeper volt, ma ez fel se robbant. Na, mindenik? Mindenik. Azért csinálok egy másik kardot, mert itt nagyon nem tartósak az eszközök. Vagy lehet, hogy csak én gondolom itt, de szerintem itt sokkal kevesebbet bírnak, mint alap esetben. Igen, fel tudnak robbanni. Például hol vannak ilyenkor most a malacok? Szerintem én ezt kapásból feltöltöm kővel. Legalábbis egy részét. Ezt a szint szándékozom amúgy még kővel. Gondoltam is forrólak egy kis földet, de hát nem. Sőt, még így sem elég a föld. Minden tele volt egy malacca, azok hol vannak? Hol vannak innét a malacok? Amikor minden tele volt velük. Valahogy közben élhetőre hozom a... Na jó, ott már van egy birka. Na jó, öreg show, de... De vele igazolá, azért jöttem, basszus, azért jöttem, add ide. Megvan. Ó, malac, ilyen malac. Sajnos most még a malac az egyetlen állat, akit akarát lehet szerezni. De most még szerintem nincs is a játék a tehén. Ez az egyik. Jó, meg hogy tépés sincsen. Tehát ugye nincs is a játékba tehén. Meg nem is nagyon tudok. Skeleton adakozott. De a jó hír, hogy nagyon gyorsan ugraszponnolnak, tehát semmi baj. Megújuló energiaforrásnak szerint az indexben a malac. Meg még szerintem minimum az alfáig megújuló energiaforrás, csak a legújabb verzióban. Hát ez nem igaz, és nem ad húst. Földet és homokat. Na. A fát. Az mi? Egy sapling lett volna. Nagyon szuper. Egy kis fát szerzünk. Ó, de szuper. Homokot berakjuk az égetőbe.
Dizájnos egy házikó lesz ekkora ablakokkal. Csak ehhez majd kelleni fog még több homok. És nagyon szupi, hogy ami a legszupibb az egészben, hogy összeszedegetem az elhullott cuccokat, mert ezek itt ugye elégte. Malac. Gyere malac, és már egy malacot se kíméletek meg sajnos. Mert éhínség van itt. Ez olyan, mint az éhínséges 18. század. Itt a malac itt összeszedegetem a 150-et, és nem értem, most nem adnak ezek disznóhúst? Hogy mi van itt? Ezek most összefogtak ellenem? Hol a nap, hol a nap? A nap? Most nem találom a napunkat. Hol van a nap? Nem találom a napot. Nagyon minden nem is érdekel különösebben. Majd ha este lesz, akkor lemegyek bányászni. Szapling, szapling. Jó, szapis, szapling. Ó, olyan durván néznek ki ezek a szeplingek. Mindig nem is tudom, minek hiszem őket, de sose szeplingek, ahol csak óvatosan. Aj, malac. Úgy lehet, hogy az a baj, hogyha ma az, hogy így beesik, akkor nem ad, hogy ilyen hülyeséget. Hát, most nem esett vízbe, és adott. Kétszer meg vízbe esett, és nem adott, tehát igazából még ebben lehet is ráció, mert ilyen hülyeségek is vannak. A Minecraft-ban sajnos ilyen logikátlanságok. Na, disznót hallok, de nem látom sehol. Aj, nagyon szuper, köszi disznót, adakoztál. Sajnos muszáj megtenni szegény malacokkal, mert egyszerűen minden nap újra termelődnek, hogy mindent el van birkákkal. A birkák is most már újabban szerintem, meg az állatok is itt még nem újabban, hanem itt még ilyen kiszpannolósak. Jaj! Igen, itt még nem lehet halmozni a kaját. Jellemző. Szóval ezért, ezeket a fajta kajákat még ezt a bétára se lehetett nagyon halmozni. De ezt meg biztosatlan forrásokból tudom. Ja, nem lehet halmozni. Borzasztó. Halmozhatatlan sertés hús. Nem baj. Na, egyet befelmozok. Na jó, még egyet. Mondom, még egyet. Szuper. Ez aztán az evési effekt. Ahó. Most eltűnt egy sertés. Most. Na jó, mindegy, szerzek még. Barik, akkor most titeket nem megfejlek. Elfele. Na, akkor ennyit erről. Ennyit arról, hogy szerzek még sertéshúst. Hát ma már biztosan. Ha csak most nem ülik elém egy sertés valahonnan, akkor már biztos, hogy nem. Ezek sertéshúst. Amúgy szerintem nem hosszabbak a nappalok, mert az éjszakák ugyanúgy 10-10 percesek. Nagyon jó, még homokot akartam volna szerezni, de elfelejtettem. Ajhó, hol agyak jön? Ja. Mondja az üveg? Szuper. Az egyre dizájnosabb a kilátásom. Na.
Na, eltaláltam. Csináljak egy vascsát. Nem csinálok egy vascsát. Nem csinálok vascsát. Talán se tudja, hogy csinálok egy vascsát. Például az volna egy jó kérdés, hogy például... Létrát már lehet. Na jó, hát akkor lehet, hogy nem kellett volna megcsinálni ezt a csomó sztikket. De biztos szükség lesz még sztikkekre. De nem annyira. Na jó, most már soha többet nem kell sztikket gyártanom. Na, van egy rakásfok piszkálom. Szóval. Hát az a gáz, hogy még ez se, hanem egy külcsát nem tudok csinálni. És akkor emberkedjünk azzal. Ez szintén. Meg akkor mi a fákja van? Mobok nem gyűlnek ide, hogy elhagyja bugyáljam őket? Nem, hanem hát nem. Na jó, akkor... Akkor... Nincs vonalam. Jó. Tollakat elrakjuk. Gumpowder. Shoulder. Ilyen... Pattintós lehet már itt csinálni vajon? Lehet. A fene egye meg is lehet. Na jó, akkor hú, de fárasztó még így kézzel rendezni a ládát. Hogy voltak erre régen képesek az emberek? Ha nem ismerték ők a shift gombot? Hát a szepninget azt itt hagyom maximálni. Na. Ha nagyon akarsz jönni, akkor gyere. De csak mert annyira akartad. Igen, téged messziről kell. Nem adtál semmit. Na. Nyilat elrakom, tollat újfent elrakom. Komolyan mondom, mire elindulok bányászni, lemegy a nap. Illetve, hogy följön a nap. Ja, fűt is elrakom, szenet azért viszek. Jó van. Na, álljunk neki. Átvittem, jó van. És amúgy ez az a szép élmény, hogy amikor már hirtelen nagyon-nagyon sötét van, akkor egyszer csak bam! És ki vagyunk világítva. Nincs itt semmi, és senki. Akkor jó. Na, hát akkor álljunk neki ezt is szépítgetni. Aztán érceket keresünk itt gyakorlatilag. F3-as gomb még nem létezik. Miért nem? Pedig úgy megsatszolnám most a pozíciómat. Na jó, hát egyszer bontsuk ki itt ezt. Igazából itt most arra megy, hogy egyrészt itt csinálok egy kis nem tudom micsodát, valamit kialakítok, és másrésztről meg arra megy, hogy mire megy? Arra megy másrésztről, hogy hátra találok ércet. Illetve, hogy főként arra megy, hogy találjunk ércet. És nincs létre. Ezt nem hiszem el az minden verziónak a borzalma, hogy nincsen létre. Benne én meg legyártottam 49 sztikket.
Atya gatya. Tovább. Hosszú még az este, van időnk veled bányászni. Volt egy olyan ötletem is, hogy ezt fölgyorsítom. Majd kipróbáljuk. Amit tudjátok mit? Itt úgy sincsen ebbe kreatív mód, tehát igazából nyugodtan... nyugodtan lepattinthatom ezt a dolgot, leállíthatom a kamerát, amíg itt bénázok. Mert úgy sincs kreatív mód, tehát úgyse tudok csalni. És vissza is tértem. Nos, két okból indítottam újra a kamerát. Az egyik az az, hogy ott hirtelen találtam egy vájatot, ami gondolom egy másik idézőjelbe barlang részhez vezet. De nem látok benne ellenséget, na mindegy. És a másik ok, amiért igazából újraindítottam a kamerát, az ez. Nézd meg, gyémánt! Diamond! Az élet értelme. Még az in-depth verzióban is tudták, mi az élet értelme. Ah, oh, még egy diamond! Jaj, de gyönyörű! Ott már nincs, erre már nem terjed, ez kicsit olyan... torpedó. Hogy talál, de nem süllyed. Csodálatos diamondot. Jaj, de szép. Igen, nehez kell a vascsákány, még in-depth verzióban is. Tudják ezek mi a jó? Na. Most kicsit elúszom a betonban. Mert Jézus tudott járni a vizen, Chuck Norris pedig tud úszni a betonban. És a durva az, hogy lépteket hallok. Lépteket hallok, és nem tudom, hogy honnan. Na. Szóval akkor indebb be az ember elkezd bányászni, és gyémántot talál. Ezt jó tudni. Na jó, amúgy szerintem csak mázlim volt. Azért az nincs az a Minecraft verzió, amiben ilyen egyszerű gyémántot talál, még ezt is leszedjük innét. Hoppa. Sorry. Bocsítok a torcs. Na, meg oda is teszünk egyet. A gyémánt is világosba legyen. Oh, gyémánt! Két gyémánt. Szerintem meg is csinálom ezt a vascsákányt. Na igen. Ez kicsit probléma. Eltöltöm a csákányomat. Lehet amúgy, minden lehet. Eltörtem, ezek úgy törnek el ezek a csákányok, hogy az ember észre se veszi, hogy eltörtek. Mert ilyen suttyomba törnek el. Na, akkor
felmegyek, most még egy kicsit a gyémántok befolyása alatt állok. Olyannyira, hogy elfelejtettem, hogy ezt izé földből akartam. Jó, édes anyukád. Nehogy túl dramatizáljuk már ezt a Creeper fightot, ezek még nem olyanok, mint az új verziókban, ezek csak kis nyomott, nem tudom micsodák. Na. Szedjük ki a gyémántokat, és szerintem azzal le is zárom a részt. Na, az az a vascsákány, ez amit nagyon nem fogok pazarolni. Az az utolsó dolog, amit pazarolnék egy indev játékban. És nagyon sötét van is. Ahogy mindig nagyon jól eltalálom, hogy hol van a fák. Na, még egyel. Egy. Szuper. És rakjunk, hova rakjunk, ide rakjunk. Nos, hát akkor nézzük. Ah, gyémánt! Ah, két gyémánt! Az indebb verzióban is könnyes szemmel nézi az ember a gyémántokat. De azért azt vágjátok annak a súlyát, hogy... Na, hely, nem most ez. Vágjátok annak a súlyát, hogy itt lejövök, hogy találják egy kis vasat, erre gyémántot találok. Onnan hallottam én ezeket a nyomorult lépteket. Feljebb csavarom a hangot magamnál. Az indie verzióban még nem lehet olyan jól hallani konkrétan irányokat, csak így az ember odatapad a falra, és akkor vagy hangosabban hallom, vagy halkabban. Most nem mondom, hogy sticket kell gyártanom. Nem mondok semmit, ott van 50-100 ezer stick, és akkor... Na jó, mindegy. Majd lecsekkolhatom, hogy lehet a TNT-t gyártani. Lépteket életben nem találom meg, hogy honnan jönnek. Bocs. Oh!
hát ennyi volt. De most nem mond komolyan, ennyi volt. This is the end. Hát jó. Pedig találtam gyémántokat. Szóval itt nem lehet már feltámadni az indebben. Azért minden nap tanul az ember valamit. Na, lehalkítom. Amúgy megint amiért haltam, mert elfelejtettem, hogy nincsen shift. Na jó. Akkor ez most lesz a ritmus. Na jó. Hát akkor köszöntöm a figyelmet, örülök, hogy tanulni voltatok a halálomnak. És akkor innen folytatom. Legközelebb. Sziasztok. Hopp. Egy pillanat. Save level. Jaj, de hülye vagyok, ha elmentettem volna a gyémántok megtalálása után, ahogy kitaláltam, akkor folytathattam volna. Á, nem mondok semmit. Na, írjunk be egy nevet gyorsan. Domain in-depth project. Reborn. Save. Hát akkor igazából köszöntöm a figyelmet, mert ebből nem lehet olyan szépen kilépni. Szóval köszöntöm a figyelmet, és sziasztok!